Jó. Igen, én azt hiszem, hogy megvalósult az álom. Ezt szerettük volna, erre készültem, sikerült. Én úgy érzem, hogy egy nagyon szép darab, érdekes darab, mindenkinek szól, egyetemleges. Ennek a darabnak van mondani valója Amerikában, Magyarországon, keleten. Mindenki magára találhat benne, a hibáira, a jó tulajdonságaira, és két fantasztikus színész, és egy nagyszerű rendező munkája. Úgyhogy boldogok vagyunk. Túl néhány bemutatón, milyen a közönség fogadtatása? Hát ezt ugye az első reakcióban Tapsba lehet lemérni, az nagyon pozitív volt, azt nagyon szerették, de a többi az majd a jegyfogyásból derül ki, de optimisták vagyunk. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Minden működőt, szeretettel várunk az új stúdióba egy kocintásra. Kérem szépen az előadás közreműködőit, a szereplőket. Akkor beszélünk. Azt szeretném elsőként kérdezni, hogy ez egy amerikai darab. Picit hangosabban beszél, mert süket van. Amerikai darab, de valójában egy magyar valóság tükörképe. Megérintett ez a közönséget most az estén? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert pontosan azok a fonákságok, amikről a darab ír, Amerika űrügyén, ezek nálunk is megtalálhatóak. Egyrészt az anya-fiú kapcsolata szerintem univerzális, mindenhol ugyanaz, és azok a témák, amik vannak a televíziózásról, az önkeresésről, azok nálunk is ugyanígy szólnak. Hogyan lehet érezni a színpadon azt, hogy a közönség vette a humort, ezt a Woody Allen-es humort? Vette, igen, hála Isten. Hát olyan furcsa, különleges humora van az előadásnak, tényleg nagyon rá kell hangolódni, nem egy kabaré humor, hanem egy másfajta humor. De a magyarok azok híresek a humorérzékükről, úgyhogy bízunk benne, hogy továbbra is így lesz. Ugye a darab nehézsége, hogy levélformában íródott, éppen ezért nem nagyon van egy személyes kontaktus. Mikor sikerült most ma este először összekacsintani az Ervinnel? Tehát mikor van az a igazi kontaktus kialakulása? Hát tulajdonképpen várjuk azt a három kis jelenetet, ami a rendező, hála Isten, megcsinálta, mert elég unalmas lenne, hogyha hol az egyikünk, hol a másikunk beszél másfél órán keresztül, hanem három olyan pontja van az előadásnak, ahol egymással beszélnek, hogy elképzelik, hogy együtt vannak, és annak azt alig várjuk már, hogy legyen, hogy egymásra nézhetünk, és az ember erét merít a partneréből, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó. Túl néhány bemutató, mi az, ami még várunk? Tehát nyilván összeállt a darab, de nyilván vannak képviselő alszi dolgok, tehát hogy érzed, mennyire kész a darab? Én úgy hiszem, most nem tudom, arra beleszólok, amit kérdeztél, hogy ez összeérett, ez megvan ez az előadás. Ez egy színvonalon bármilyen körülmények között meg tud szólalni. Aztán igaziból egy előadás mindig a közönség rendez meg, tehát az minden este olyan lesz, amilyet igaziból a közönség vár. Mi egy alapot tudunk, azt eljátsszuk, és hogyha ők jobban reagálnak, akkor nyilván más egy kicsit. Ha meg nem, akkor mi végezzük a dolgunkat, az, ami oda van írva, és amit mi gondolunk ezekről a szerepekről. És milyen volt a ma esti közönség? Jó volt. Igen. Köszönöm szépen, és gratulálok. Tegnap is fantasztikus voltam, és de egyébként más. Olyan más, mindig más.